Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Teszedszekszárdon, a Tolnai megye székhelyen már most a következő szemétszedést szervezik. Óvatosan érdemes tűzifát venni, fontos részletekre hívja fel a figyelmet a rendőrség. Rendőrkézen a 6 szélhámos, 300 embertől 11 millió forintot csaltak ki. Új módszer a nyelvtanításra vált a széken, más környezet, eredményesebb tanulás. Idén is csatlakozott Szekszárd a Teszed nevű országos programsorozathoz. Csütörtökön a polgármesteri hivatal munkatársai tisztították meg a megyei jogú város egyik részét. Szekszárdon nem állnak itt meg, már most a következő hasonló akció megszervezésén dolgoznak. Gyorsan teltek meg a Teszed akció zsákjai Szekszárdon. A Tolnai megyeszékhely idén is csatlakozott az országos környezetszépítő kezdeményezéshez. Csütörtökön a polgármesteri hivatal munkatársai a település egyik hipermarketjének parkolójában gyűjtötték a mások által eldobott hulladékot. Rengeteg papír, zsebkendő, nájlonzacskó, sőt háztartási hulladékot is találtunk, zsákostól kidobva műanyag zacskókat, ételmaradékot. Szekszárdon idén az önkormányzat szervezésével folyt a szemétgyűjtése. Két napon keresztül volt lehetőségük az önkénteseknek és csoportoknak a település közterületeit szebbé varázsolni. A Tolnai megyeszékhelyen egyébként nagy hangsúlyt és komoly összeget fordítanak arra, hogy az utcák tiszták legyenek. Ebben az évben már 46 millió forintot költöttünk egyrészt az illegális hulladéklerakóknak a felszámolására, másrészt az egyébként az önkormányzatnak ugye működik két brigádja, köztisztasági csoport, illetve a közfoglalkoztatottak, és az általuk a közterületről összeterelt szemét után az önkormányzat által fizetendő ártalmatlanítási díj, illetve az illegális lerakóknak a felszámolási díja teszik ki ezt az összeget. Vagyis a 46 millió forintban még nincs benne például a munkatársak bére, vagy az üzemanyag költség. Ezt a pénzt csak a szemét elszállítására és ártalmatlanítására kellett elkölteni Szekszárdon. Zaják Rita, a Teszed programot koordináló polgármesteri tanácsnok azt mondja, jó látni, hogy a kezdeményezéshez minden évben sokan csatlakoznak, az viszont kiábrándító, hogy például cigarettacsikből rengeteget dobálnak el az emberek, mert több parkolóban egyszerűen nincsenek szemetes ládák kirakva. Kezdeményezni is fogom, hogy azokban a parkolókban, vagy olyan közterületeken, ahol mondjuk kevesebb az utcai hulladékgyűjtő kehely, oda az önkormányzat helyezze ki. Ha ez kötelessége az üzlet tulajdonosának, akkor pedig őket fogjuk erre megkérni. Szekszárdon már most azt tervezik, hogy a Teszed akciót követően mikor és hova szervezzenek újabb környezetszépítő programot. Csörgetőre fogunk szervezni egy-két héten belül egy személygyűjtő akciót, és akkor ott is megpróbáljuk a csörgetónak a dolgát, ügyét is akkor elkezdeni felkarolni és fejleszteni. A Teszed ötletgazdái szerint egyébként az, aki részt vesz ilyen személygyűjtési akcióban, a későbbiekben sokkal jobban odafigyel környezeti tisztaságára. Zárva lesz a piac a nemzeti ünnepen Szekszárdon. Október 23-án nem csak az árusok nem települnek ki a piacra, de a vásártér területén üzemelő boltok sem lesznek nyitva. Pénteken viszont a megszokott nyitvatartási időben várják az érdeklődőket. 2361 új megbetegedést igazoltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 841.277 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 20, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.468 főre emelkedett. 1105 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 155-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.932.000-en kaptak. Tolna megyében 24 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, így a járvány kezdete óta összesen 18.086-an kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Kiemelkedően magas 210 milliárd forintnyi fejlesztési forrásról döntött a kormány 1700 vállalkozás részére, jelentette be Varga Mihály csütörtökön a közösségi oldalán. A pénzügyminiszter hozzátette azt is, hogy a vállalkozások a támogatásból elsősorban a hatékonyságukat és a versenyképességüket növelhetik. A cégek új technológiákat, modernebb eszközöket vásárolhatnak, és erősíthetik a digitális fejlődésüket, hangsúlyozta.
A július közepén megnyíló pályázatra minden várakozást meghaladó számú kérelem érkezett, ezért úgy döntöttek, hogy elérhetővé teszik a teljes 200 milliárd forintos keretet. Annak érdekében, hogy a gazdaság újraindítását minél gyorsabban támogatni tudjuk, az elbírálást felgyorsítottuk, így rekordidő 2,5 hónap alatt megszülettek a döntések. Szintén az újraindításban elért lépéselőnyünk megőrzését segíti, hogy a kifizetésekkel nem várjuk meg az uniós források beérkezését, a magyar költségvetés megelőlegezi a teljes összeget. A hideg idő beköszöntével egyre többen próbálnak még az igazi tél megérkezte előtt tűzifát venni, ez pedig azzal jár, hogy megszaporodnak az ezzel kapcsolatos csalások is. A rendőrség viszont azt mondja, egy kis odafigyeléssel elkerülhető, hogy átverjék a gyanútlan vevőket. Halmokban állnak a tűzelőnek való farönkök Szekszárd határától nem messze, mint ahogy egymást érik az apró hirdetéssel foglalkozó internetes oldalakon is az esztárusító hirdetések. A tűzifa ára az elmúlt években stabilan nőtt, mostanra már 25 ezer forint körül van egy köbméter. Az üzleti lehetőséget pedig a csalók is felismerték, a rendőrségre minden évben érkeznek ezzel kapcsolatos bejelentések, főként az őszi időszakban. A hatóság munkatársa szerint éppen ezért érdemes körültekintően vásárolni. Eleve gyanús lehet, ha ez az ár az általunk ismert, mondjuk tűzipen kiírt áraknál jóval alacsonyabb. Amikor tűzifát szeretnénk vásárolni, célszerű a telephelyre ellátogatni, ott megtekinteni, hogy egyáltalán milyen fát akarunk vásárolni, méterbe, hasítva, kalodázva vagy ömleszve akarjuk ezt vásárolni. A rendőrség munkatársa azt mondja, intőjel lehet az is, ha az eladó nem tud számlát adni a megvett tűzifáról, vagy ha nem hajlandó adásvételi szerződést kötni, illetve a súlyra vett fa esetén fontos, hogy a vevő legyen jelen a mérlegelésnél. Már a megállapodáskor tisztázni kell, hogy erdei köbméterbe vagy sima köbméterbe van megadva a fa ára. Az erdei köbméter esetében az egy köbméternyi tényleges tűzifát jelent, ha egy normál köbméter fát rendelünk, az pedig alig több mint fél köbméter tényleges tűzifát eredményez. Meg kell állapodnunk, hogy kemény vagy puha fát szeretnénk vásárolni. A puha fa ugyanis sokkal olcsóbb, mint a kemény, viszont a fűtőértéke rosszabb. Gyakori módszerük a csalóknak az is, hogy utólag próbálnak plusz pénzt kérni a szállításért, vagy a fel- és lerakodásért. Ezek mellett pedig érdemes már előre megállapodni arról, hogy a fizetésre csak a leszállítást követően kerül sor. Idén is 5 milliárd forintot biztosított a kormány az önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. A megigényelt fát és szenet a helyi önkormányzatok a náluk jelentkezett szociálisan rászorulók között osztják szét február közepéig. 2020-ban tűzifa vásárlására 2108, barna kőszénre 221, tehát összesen 2329 igénylést támogatott a belügyminisztérium. Inspirálóbb környezetet alakítottak ki a nyelvtanulásra a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskolában. A gyerekek a Harry Potter világába léptek be az órákon, és a díszletek mellett számos, a regényhez kötődő feladattal is gazdagíthatják tudásukat. Az ötletgazda nyelvtanár azt mondja, érezhetően motiváló lett a gyerekek számára az ötletes megoldás. Angol óra kezdődik a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskolában. Látszólag minden a megszokott formában zajlik, amit a környezet eltér a többi iskolában tapasztalhatótól. Igazi mesés tér veszi körbe a gyerekeket, minden a világhírű regény a Harry Potter világát idézi. Az ötletgazda Cupon Tibor angol tanár azt mondja, láthatóan pozitívan hat a játékosság és a tér a tanulmányi eredményekre is. Én azt gondolom, hogy a mai generációnál talán a motiváció a legnehezebb kérdés. Hát én ilyen formában próbálom motiválni a tanítványaimat. A gyerekek nem csak az osztályközösségen belül, ugyanúgy, mint a regényben, hanem az egész felső tagozatban, négy különböző csapatban, vagy ahogy itt nevezik, házakban küzdenek, az évvégi külön díjakért, és a tananyagon kívül sok esetben kapnak a nyelvi tudásuknak megfelelő, de a regényhez köthető feladatokat is. Cupon Tibor véleménye szerint ilyen apró ötletekkel lehet számára is meglepően ösztönözni a gyerekeket, hiszen tapasztalatai szerint minden osztályban komoly harc folyik a külön pontokért. Új 100%-ban vissza nem térítendő energetikai pályázat indul a családoknak december 6-ától. A tetőszerkezetre helyezett saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítésére bruttó 2,9 millió forint igényelhető,
míg a tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer, fűtési rendszer elektrifikálása, hőszivattyúval villamos energiatároló beépítése és nyílászáró cseréjére mintegy bruttó 11,3 millió forint támogatást lehet kérni. Azon magánszemélyek pályázhatnak, ahol az ingatlanban lakó tulajdonosok összevont éves jövedelme nem haladja meg az egy főre jutó 4 millió 850 ezer forintot. A támogatásban várhatóan 34 920 család részesül. A pályázatokat 4 ütemben lehet benyújtani, Tolna megyében első körben december 13-án 8 órától. A szekszárdi rendőrök elkapták azt a 6 embert, akik közel 11 millió forintot csaltak ki áldozataikból online vásárlások során. A termékeket mindig előre utalással fizettették ki, majd ezt követően felszívódtak. A banda néhány hónap alatt csaknem 300 mit sem sejtő vevőt vert át. Nagy szabású csalássorozatot derítettek fel a Tolna megyei rendőrök. Tavaly márciusban többen tettek feljelentést a szekszárdi rendőr főkapitányságon, ugyanis miután megrendeltek egy nagyobb értékű telefont vagy más műszaki cikket, amit előre utalással fizettek ki egy megadott számlaszámra, az eladó egyszerűen elérhetetlenné vált. Az egyenruhások nyomozásba kezdtek, és kiderítették, hogy nem csak Tolna megyében, hanem az egész ország területén tevékenykednek a csalók, akik közel 300 vásárlót vertek már át az interneten pár hónap alatt. Az elkövetőknek a vezetője L. Tibor, egy 36 éves budapesti férfi, aki már korábban is követett el hasonló jellegű bűncselekményeket, emiatt ő vele szemben elfogató parancsot is kiadtak, hiszen nem vonult be a jogerősen számára megítélt börtönbüntetésre. A rendőrök miután elfogták a férfit, gyanúsítottként kihallgatták, majd börtönbe szállították, jelenleg a büntetését tölti. A szélhámosnak 5 bűntársa volt, köztük egy 33 éves nő, aki a pénzmosásban segítkezett. A kollégáim összesen 279 rendbeli bűncselekmény elkövetésével gyanúsították meg az elkövetőket. Közülük L. Tibor 277 esetben csalás vétség vagy csalás büntet miatt kerül kihallgatásra. Társai közül volt, aki pénzmosás miatt kerül majd bíróság elé, további társai pedig különböző számban segítettek a csalások elkövetésében a férfinek. A banda közel 11 millió forintot csalt ki a vásárlóktól. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Biztos jövőt ad az agrárium, milliárdok a mezőgazdasági felsőoktatásra Kaposváron. Esélyt teremtenek képzéssel, munkával, varrodát üzemeltetnek az ormánságig Kisszentmártonban. Még a Hablány utasai után is kutattak, új hajót kapott a Baranyai Civil Egyesület. Meghatározó szerepe lesz a Somogyi megyeszékhelynek a felsőoktatási agrárképzésben. Erről beszéltek a szakemberek egy kaposvári konferencián. A kormány 200 milliárdos fejlesztést indít az Agrár és Élettudományi Egyetem Gödöllői és Kaposvári kampuszán. A kormány célja egyértelmű, meg kell erősíteni az agrár felsőoktatást annak érdekében, hogy az ágazatba kerülő forrásokat jól és hatékonyan használják fel. A tavaly megalakult Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen belül Kaposvár lehet a hazai állattenyésztés fellegvára, mondta nemrég a kampusz egyik kuratóriumi tagja. 200 milliárdos fejlesztési programot indít a magyar kormány Kaposváron és Gödöllőn, amelynek az a célja, hogy a régió legmodernebb agráriegyetemét létrehozzuk. Ebből 20 milliárdot már át is utalt a kormányzat. Ennek a forrásnak egy jelentős része kerül Kaposvárra, a Kaposvári Egyetem korszerűsítése, bővítése és fejlesztése érdekében. A kormány soha nem látott mértékű pénzt szán a felsőoktatásra, ezzel élnie kell minden egyetemnek, nyilatkozta stábunknak a modellváltásért felelős kormánybiztos. A MATE ennek köszönhetően Közép-Európa legversenyképesebb egyeteme lehet hamarosan. Úgy, hogy megtartja az identitását Kaposvár, mert szerintem város nem létezhet identitás nélkül, és ebben a polgármesternek mindig döntő szerepe van, de be tud épülni egy nagy egyetemi dolog. Ez egy nagyon komoly kihívás. A vidék fejlesztéséhez szükség van megfelelően képzett agrármérnökökre, technikusokra és kétkezi dolgozókra. Ezért a szakemberek egyetértenek abban, hogy aki a mezőgazdaságban képzeli el a jövőjét, az biztos jövőt és megélhetést remélhet. Esélyt adnak a Baranyai Kisszentmártonban élőknek, hogy rendszeresen munkalehetőséggel bevételre tegyenek szert mostantól. Ugyanis az Esélyteremtési Főigazgatóság átveszi a település varrodájának működtetését. A szervezet vezetője azt mondja, esélyt látnak azokban rejtett erőforrást, akik olyan leszakadó területeken élnek, mint például az ormánság.
Ezért képzésekkel, majd munkahelyteremtéssel segítik a boldogulásukat. A kisszentmártoni üzem a harmadik, amit a főigazgatóság működtet mostantól, ezzel pedig 11 családnak teremtenek biztos hátteret a kistelepülésen. Varnak az asszonyok a kisszentmártoni üzemben, a dolgozók képzésében vettek részt, majd munkát kaptak a falu varodájában, köztük Horváth Zsuzsanna is. Nagyon örülünk neki, mindenki örül neki, ez egy nagyon nagy lehetőség volt számunkra, köszönjük is, hogy ez megvalósult, és igen, ez kaptunk tudást belőle, és ezt fogjuk is tudni majd használni. A rendszeres munka lehetőség rendszeres jövedelmet jelent, amire tudják alapozni mindennapi megélhetésüket, mondja Horváth Zsuzsanna. Gratulálok és köszönjük a bizalmat! A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság biztosította a képzést és működteti a varrodát a kisszentmártoni önkormányzattal. Az együttműködési megállapodást szerda délelőtt írták alá a helyszínen. 240-250 fős település vagyunk, nyilvánvaló, hogy itt 11 főt foglalkoztató varroda, az egy jelentős lépés a foglalkoztatás terén, annál is inkább, mert az életminőséget javítja a községünkben. Ez már a harmadik üzem, amit működtet az Esélyteremtési Főigazgatóság. Első alkalommal Miskolcon hoztunk létre egy házgyárat, a második alkalommal Tiszaroffon egy varrodát létesítettünk, és a harmadik állomás, ha úgy tetszik, úgy szintén egy varroda átadása a mai napon itt ezen a településen is. De nem állunk meg, hiszen a közeljövőben Sején fogunk átadni egy zöldségfeldolgozó üzemet, és a célunk az az, hogy minél több helyen ezek a termelő műhelyek létrejöjjenek. Kisszentmártonban többek között ilyen és ehhez hasonló munkaruhákat fognak varni. Az Esélyteremtési Főigazgatóság évente 10 000 embernek biztosít gyakorlati képzést, hogy szakmai végzettséget szerezzenek. Első lépésben nekik készülnek ezek a ruházatok, de később piaci igényekre is gyártanának termékeket a kisszentmártoni varrodában. Sztojka Attila elmondta, még azokon a területeken szeretnének jelen lenni és munkát biztosítani, ahol elmaradtak a települések. Ilyen az Ormánság, ahol 20%-os munkanélküliséget találni, míg az országban ez a szám alig éri el a 4%-ot. A Hablány katasztrófájánál is segítettek azok a baranyai búvárok, vízimentők, akiknek az egyesülete egy nagyobb hajóval gazdagodott. A hivatalos átadót szerda délután tartották Mohácson. Az új eszközzel képesek nem csak kiemelni autókat, roncsokat a vízből, de ki is tudják vontatni azokat. A Határszél Egyesületnek 25 tagja van, akik önkéntesként a rendőrség felkérésére vesznek részt emberek utáni kutatásban, elsüllyedt járművek kiemelésében a Dunán és a Dráván. Ezeken a felvételeken a Hablány budapesti katasztrófáját láthatják. A 2019-es balesetben 27-en haltak meg. A Baranyai Határszél Egyesület búvára is kutattak az eltűnt emberek után akkor. A feladatunk, amikor bekövetkezett a tragédia, az volt, hogy ezen Pakstól a határig tartó szakaszon a rendőrséggel együttműködve figyeljük a Duna ezen szakaszát, és ha esetlegesen olyannal találkozunk, ahova merülni kell, meg kell nézni, személyeltűnés vagy találással kapcsolatban, akkor azt mi meg tudjuk tenni. Ez egy héten keresztül tartott, 24 óra éjjel-nappal. Váltásban jöttünk. Testek után kutattak a vízben a tragédia után, de nem csak ez a feladatuk. Ha a rendőrség felkéri őket, akkor a vízimentés minden területén bevethetők. Ebben segít a most beszerzett nagyobb hajó, amit hivatalosan szerda délután adtak át az Egyesületnek Mohácson. Ez a nagyobb hajóval már folyamon is, ugye a Dunán, az erősebb folyású Dráván is akár roncsokat tudunk úgy kiemelni, hogy ténylegesen meg tudunk tartani és húzni is tudjuk. Itt a roncskiemelésnél autóról is beszélünk természetesen, amit ballonnal tudunk kiemelni, megmerüljük a roncsot, rátesszük az emelő ballont, kiemeljük, és ezzel az erősebb hajóval már tudjuk vontatni is. Pályázati pénzből tudták beszerezni az új eszközt a terület országgyűlési képviselőjének támogatásával. Kellenek profik, akik ezekben a váratlan helyzetekben is képesek segítséget nyújtani, és ez a Beremendi Egyesület, ők ilyenek. Nyilvánvalóan rendőrökkel és a hivatásos katasztrófa védelmiekkel együttműködve, de ilyenek. Tehát az ember, amikor az igényükkel találkozott, egy kicsit úgy éltem meg, hogy nem hogy kutya kötelességem, én vagyok, én érzem magam megtisztel, vagy a körzetemben vannak ilyen civil szervezetek, akik még erre is képesek, őket minden módon segíteni kell. Hát ennek az eredménye ez a kis hajó.
A civil alap pályázati keretéből támogatták az egyesületet a képviselő javaslatára. Az új kishajót használtan vették, közel 4 millió forintos pályázati pénzből jutottak hozzá a Határszél egyesületnél. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Teszedszekszárdon, a Tolnai megye székhelyen már most a következő szemétszedést szervezik. Óvatosan érdemes tűzifát venni, fontos részletekre hívja fel a figyelmet a rendőrség. Rendőrkézen a 6 szélhámos, 300 embertől 11 millió forintot csaltak ki. Új módszer a nyelvtanításra vált a széken, más környezet, eredményesebb tanulás. Pénteken a nap nagy részében országszerte erősen felhős, borongós idő várható. Reggel és délelőtt még sokfelé eshet az eső. A déli óráktól fokozatosan elgyengül, megszűnik a csapadék, éjjel gyenge légmozgás mellett zömében felhős marad az égbolt. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!